A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma egy legendát köszönhetünk a stúdióban, Turbók János. Megtiszteltél. Köszöntöm a kedves nézőket. A beszélgetésünk apropója pedig mi más lehetne, mint az agárdi popstrand, hiszen a koronavírus járvány okozta kényszerszünet után ismét ott lehettünk, és hogy mi minden történt az Edda koncerten, természetesen Edda koncerttel köszöntöttük ezt a nyarat, azt nézzük meg egy rövid bejátszásban. Nos, ott Pataki Attila mögött feltűnt a dalból egy részlet, mármint szövegrészlet, hogy nekünk a dal kell, és nekünk kell lesz te is. Hát így van ez, nekünk kell lesz te is, János. Jaj, megint megtiszteltél. Turbina. A helyzet az, hogy arról kell, hogy beszéljünk, hogy az agárdi popstrand miként áll, ez viszont egy kis múltidézés nélkül nem működik. Nyilvánvaló, hogy kell, hogy szó essék a KEK-ről, a Kertészeti Egyetem klubjáról, hiszen az egy legenda volt, idestova majdnem 50 éve már, fél évszázad, uramisten mondaná, Eperjes Károly Szamóca barátunk. Fél évszázad. No, honnét jött a gondolat, hogy agárdon is folytasd azt, ami a KEK-ben volt, hiszen a KEK az egy zseniális történet, hiszen az akkori könnyűzene, popzene, sláger, jószerivel mindenki megfordult ott nálad. Igen, a Kertészeti Egyetem klubja egy legenda, egy nagyszerű találkozási, ismerkedési, szórakozási hely volt, és ott is csak értékek léptek fel, erre vigyáztam, tehát techno, alternatív, káromkodó zenekarok, értéktelen zenekarok soha, és ott kerestek meg agárdi fiatalok 1976-ban, hogy csináljak agárdon keket, nyári keket, 76-ban, és lejöttem a semmibe, egy fa nem volt, pontosabban egy fa volt, egy nyárfa volt, ami kidőlt 1999-ben sajnos, tehát semmi fa, semmi környezet, semmi szó szerint, egy baraképület, ablaktalan baraképület, és megcsináltam Magyarország jelenleg legrégebbi vidéki szabadtéri színpadát, mert a Margit-szigeti Budapesten az régebbi, a semmiből, összesen 15 millió forint támogatásból. Nos, mielőtt ezzel folytatjuk természetesen, de hogy mennyire így volt ez a Kertészeti Egyetem klubjában, a kezemben tartok egy 1981-es plakátot, hogy mi minden volt a klubban, rövid felsorolás következik, Skorpió, Korál, Hungária, V-motorok, Lokomotív GT, Kartágó, Mini, Dinamit, Fonográf, Benko Dixieland, és természetesen Edda az Isztel, de közben a Muzsikás, a Fermata, a Pantarei, a Solaris és a Láma is mellékzenekar, második zenekaronként, 100 fok Celsius, stb.
Tehát ez egy zseniális történet. És akkor jöjjünk Agárdra, hiszen azt azért hadd mondjam el, hogy én 1977-ben voltam először. Jézus, már 30-ot tiszteltél meg. 1977-ben találkoztunk először. Nem tudom már melyik koncerten, de folyamatosan ott voltunk attól a pillanattól kezdve. Hogyan lehetett úgy építkezni, hogy ez megmaradjon a mának is? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy kevés támogatásból, viszont a barátaidnak, a zenész barátaidnak köszönhetően legendás zenekarok jártak ide folyamatosan. Mi mindent kellett tenned ezért? Hát a közönség nagyon felfedezett, az a legfontosabb, hogy a közönség, most már négy generációs közönség felfedezett, ez a legfontosabb. Enélkül nem is működött volna így 44 éven keresztül. Először is akkoriban engem nem szerettek a elvtársak, be is voltam tiltva, át lettem helyezve 81-ben kápolnásékre, 79-ben egy Omega piramis hétvége előtt, szombat vasárnap pénteken betiltottak. Tehát ütöttek, vágtak, de a közönség mindig mellettem volt. És támogatást valóban nem kaptam, amit láttok, vagy aki már volt az Agárdi Popstrandon, 9 színpadot építettem fel, a nézőtér csapadéki vízelvezetést megoldottam, WC-k, öltözők, ütettem 250 fát körülbelül és bokrot, és összesen kaptam 15 millió forint támogatást a 44 év alatt építésre, működésre, és ilyen nincs, tehát ilyen sehol nincs. És irigyelnek, az ellenfeléjem a rossz akar, hogy irigyelnek, és hát vagyok. Sajnos idén már ez nem ment. Idén nem ment, mert tavaly nagyon nehéz éven volt, hogy megcsináltam a koncerteket, legyenek az emberek boldogok, elégedettek, elmúlt nagyjából a vírusveszély, és sajnos én erre most nagyon ráfragtam el a tavalyi bátorságomra. Nyilvánvaló mindenki, de ha még visszatérünk egy kicsit a múltba, ugye azt nagyon is jól tudjuk, hogy állami támogatás nélkül jutottál el odáig, hogy a Velencei tó turisztikai mérőszámok is bizonyítják legnépszerűbb története. Igen. Mindenképpen. Igen, nekem itt a turisztikai terméke, második a Velence Spa. No. Viszont hogyan sikerült annak idején meggyőznöd a legendákat? Nyilván a KEK hozzájátszott ehhez, hozzájárult, hogy Agárdot válasszák, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy az elején nem volt infrastruktúra, ez folyamatosan épült. Ugyanakkor ez óriási dobás volt, hiszen 10-20-30 ezer ember torlódott fel, ha úgy tetszik. Én még emlékszem arra az időszakokra, amikor Jószerivel tulajdonképpen Pákozdon lett volna a vége, ha beférünk annyian. Igen, hát szerencsére vannak értékrenddel rendelkező emberek, fiatalok, idősebbek, és felfedezték az Agárdi Popstrand értékeit. Gyepszőnyeg, magas színpad, ez nagyon fontos a turbinánál, magas színpad, a hölgyek is lássanak mindent, meg két nyakat, két fület, mindig színvonalas műsor, tehát érték, művészeti értékek, és felfedezték. És ez nagyon-nagyon fontos volt ahhoz, hogy működjünk, mert a szabadtéri színpadok általában több 100 millió forintból épültek fel, majd 8 éve felújítás címen kaptak szintén több 100 millió forintot, teljesen jogosan. Van, amire a Velencei tó és a Agárdi Popstrand el van hanyagolva, tovább kell lépni ebben az ügyben, mert nem lehet működtetni végképp ezt a színpadot így támogatás nélkül, nem lehet, tehát így lehetetlenség, de kihangsúlyozom még egyszer, a közönség vagyok mellette, van a szakma pedig, nagyon szeretik. Igen, tehát a szakmáról szeretik, beszéljünk, hiszen te a barátaid között tudhatod például az Omega legendáit, egykori legendáit, hát mai legendáit. Omega, a Kóbor János csak Agárdon lépett fel, sorban, pólóban. Annyira boldog volt Agárdon, nem öltözött be, erről dokumentumok vannak, ő is jól érezte magát. Tehát sorban, pólóban, az Erda pedig, ahogy a közönség is mondja és írja, szintén hazajár Agárdra. Igen. Most volt egy koncert másodikán. Pataki Attila a barátod, így van. Igen, és most másodikán jött az feleségek, unokák, gyerekek, mind Agárdra jönnek, itt nézik meg az Eddát, mert tudják, hogy az Edda Agárdnak többet ad ki magából, tehát a közönség jár jól. Ergo. Tehát Szikora Robit is a barátait közé sorolhatjuk, hát de miért Ferit nem különben, az első emeletet, akkor. Az egykori első emeletet. Én azt hiszem, hogy mi volt a, és inkább kérdezem, mi volt a titka annak, hogy Jószerivel valamennyi korosztályt és valamennyi szintet meg tudtad szólítani?
meg az ergolaint, vagy az ergo legelső ergokoncert Magyarországon 1983 kertészeti értelem klubja március 26. Ezt muszáj most elmondanom, a Robival barátságban vagyunk, elvi, lelki barátságban, és ez nagyon fontos, hogy megvan a zenekarokkal a barátság, a közvetlenség, de egy biztos, ez az kell, hogy legyen egyenes gerincem. Tehát mindenféleképpen elvárják a pontosságot, korrektséget, a szavahihetőséget, és örülnek ezek a zenekarok annak, hogy nincs híg programkínálat. Én nem hasartam le a mai divat irányzatnak, nem. Tehát kitartasz Demiér Rózsi mellett továbbra is, illetve kitartottál, igen, folyamatosan. Bikini, ez, Omega, Edda, ez jelent, kitartok, ez igen. Számukra is nagyon sokat jelent. Tehát igen. Nem csak a D-Nagy Lalinak, Demiénnek, hanem a többieknek is. Amíg azt is tudni kell azért, kedves Fehérvár tévénézők, hogy ezeknek a zenekaroknak legelőször én adtam lehetőséget szintén a Kekken, szombat esti élő koncert keretében fellépésre. A tévé nagyon szeretett bennünket, a Magyar Egyetem, Magyar Televíziót akkor a 70-es, 80-as években, és a Kekken voltak ezen a bandáknak, a zenekaroknak a élő tévé közvetítések voltak. Nem felejtik el, és a barátság nagyon nagyfokú, és ezért is van az most például idén nyáron, én lemondtam már a Agárdi Popstromra egyébként, az Edda az úgy jött be, hogy bejött, mert a Facebookon szívek, ölelések, de hát elvállaltam, és lesz még egy koncert 6-án augusztusban a Mobilmánia, ingyen lépnek föl, annyira szeretnének fellépni a Gárdon, és akkor vállalom ezt a hatodikai Mobmániát Viki Rád Gyulával, SZDC-vel vállalom, hogy legyen megtartva, de két koncert lesz csak sajnos, mert nem bírok többet így megcsinálni. Miért? Ezt nehéz szívvel kérdezem, mert hogy ugye mi beszéltünk erről, hogy egyre inkább elfogy a támogató, ami érthetetlen, bár nyilvánvaló, hogy a koronavírus járvány tükrében ez bizonyos értelemben elfogadható, de tudjuk, hogy már az előző esztendőkben is küzdöttél gondokkal. Én nem tudom, valamiért, amikor pályázok, akkor kapok egy millió támogatást talán. Nem tartanak a szabadtéri színpadnak, vagy nem is tudom, hogy miért. Tehát egész nyárra, mint rendezvénysorot kapok egy millió támogatásokat. Télen vannak rendezvény, Magyarország legnagyobb jégpálya, az Agári Popstrand jégpálya, ha jégbiztonságos pályáztam, és 816. helyen rangsoroltak. Érthetetlen, hogy szóval nem tudom úgy csinálni már, hogy minden koncert 2-3 millió vesztesség, máshol is különben, a Tedda kivételével máshol is, és nem tudom már vállalni azt, hogy a igényes, nem középszerű koncerteket jegybevételből csinálom. Hát a Bán Teodóra, ő a Margit Sziget Szabadtéri Színpad igazgatója, és a Budapest Tavaszi Fesztivál igazgatója. Mikor volt a KEK emléktáblaavatás, kerek szemekkel, János, te 45 éve jegybevételből dolgozol, nincs titkárnőd, nincs kollégád, nincs költségvetésed. Ez a profi nő teljesen le volt döbbenve. Hogyan lehet az infrastruktúrát fenntartani? Hiszen látjuk, hogy azért épült, szépült ott a környékeden nagyon sok minden. És azt is láttuk, hogy te magad fogtál hozzá a munkához. Hát én magam, mert gondolj bele, van egy nyilvános vécénk a koncertek alatt is üzemel, egy kiáratból csináltam meg, csak nekem van téli vízem, jelenleg a téli Agárdi Popstrand jégpálya miatt a vízparton, 150 méterről oda tettem 1 méter 10 millióan a téli vizet, és erre kaptam 1 millió 300 ezer forint támogatást. Ugye itt döbbenetes. Tulajdonképpen elég problémás, hogy nekünk a koncertekről kéne beszélni, és a anyagi gondok merülnek fel folyamatosan, de ez bizonyos értelemben érthető, hiszen mondom, hát közel 50 éve, 46 éve működik a Agárdi Popstrand. Melyek voltak azok a pillanatok, amelyek a holtpontokon átsegítenek? Mert holtpont volt eddig is, gondolom. Hát a holtponton a siker, a közönség szeretete, mondjuk nyugodtan Magyarország az első fesztivál Turbok János rendezte, Eddások országos találkozó 1991-ben. Nem úgy neveztem, hogy fesztivál, Eddások országos találkozója, 5 napig együtt a zenekar a közönséggel. Tehát ezek voltak az első fesztiválok, és valamiért mellettem áll a közönség. Ez nagyon fontos kihangsúlyozni. Például mondok egy példát, a Csajági Laura színpad, tehát el lehet mondani, ott van Kápornácsék, ilyen kamaraszínpad, ilyen 100-200 fők tapsipolnak, és kapott két év alatt 85 millió forint támogatást.
Igen, hát nagyon jó, hogy örülök neki, csak valamiért ezt le kell tisztázni, hogy az agári popszal, meg jelenleg a Velencei tó, miért van a Balatonhoz képest például háttérbe szorítva, ez most folyik, mert Orbán Viktor felfigyelt erre, és valami fog történni, tehát valami nem stimmel, tehát én nem is tudom, hogy mi ez, komolyan mondom. A Napsugár strandon társbélő vagy, ugye? Igen, tehát igen. A strand és az agári popstrand között milyen a kapcsolat? A Napsugár strand társbérlet, egy területet használunk, illetve idén a Napsugár strand épületrészének a beázásai miatt Napsugár strand onnan most elvonult, ott nincs Napsugár strand pénztár, ebből is látszik, hogy az alapok nagyon rosszak voltak. Egy barak épület 77-ben, nem erre tervezték, kubikus műhelyek, géptározók, stb. A Napsugárstrandnak kimondottan jó a kapcsolat. Emberileg, mindenféle szempontból, csak ez nem pontolja azt, hogy Balatonra mennek 100 milliók, milliárdok, ugyanakkor a könnyen megközelíthető Velencei tóra. Most nem csak a popstrandról beszélek, a Velencei tóról. Könnyen megközelíthető, nagyon klassz, hogy a vízparton megy a vasút, és le kell sétálni a vízhez. Valamiért nincs támogatás. Ezt meg kell oldani, és ahogy annak idején, én közéletben sokat tevékenykedtem, kiléptem a közéletből, mindegy. Most vissza fog jönni, és próbálok segíteni, mert a Velencei tó sokkal többet érdemel, és benne az agári popstrand téli-nyári rendezvényközpont is. Ugye, amíg benne voltál a közéletben, mármint a popstrand... Fideszes voltam, fideszes képviselő voltam. A fideszes képviselőként. Megyei képviselő is. Akkor mit lehetett volna elérni, amit utólag bánsz, hogy nem sikerült megvalósítanod? A popstrand kapcsán természetesen, de akár ide vehetjük a Gárdony, tehát a déli part turisztikai történéseit is. Szóval érthetetlen az, hogy Túrup János racionális ember, különben ez nem menne, tehát racionális vagyok. Nem értem, hogy egy kerékpár úton kívül, szinte a kerékpár, miért nem tudtak még oda tenni egy pár milliárd forintot, mert a Velencei tó egy érték. Még egyszer mondom, könnyen meg lehet közelíteni, sekély víz, családok együtt, jó a vízminőség. Én most se értem, de most ennek meg kell mozdulni. Valaminek történik a Velencei tóval, mert szerencsére a gazdaság jól működik, tehát vannak turisztikai pénzek, és valamilyen módon háttérbe kerül a Velencei tó. Na most mondom, én kiléptem a Fideszből, most vissza fogok jönni a közéletbe, mert ugyanis mindenkivel jó a kapcsolatom, csak én kertészkedtem, túl sokat kertészkedtem ezek szerint, mert valóban így van, hogy kicsit behúzottam az agári popstrand színfalai mögé, ültettem 250 fát, nem semmi, csináltam egy zöldövezetet, csak az a baj, hogy most már betelt a pohár. Tehát, ha azt elmondom, Lajos, hogy én általában egész évben locsolok, hatalmas lagrendszerek vannak minden, idén még egyszer sem locsoltam, és a fű kiszáradt, három platánfám a vízparton kifáradt, ez jelkép érték, hogy majdnem feladtam. Majdnem, de talán most valami fog történni, mert ennélkül nem megy. Tehát ha nincs már energiád arra, hogy karbantartsd a zöldövezetet, mert a popstrand egy zöldövezet. Imádja a közönség, hogy gyepszőnyeget. Nem aszfalt van, nem homok van, nem múrva van, gyepszőnyeg van. Amikor a főnök lelkileg kifáradt, hogy miért szorítanak ennyire háttérbe, akkor ez történik, hogy idén még egyszer se locsoltam. Ez elég szomorú. No, hát én majd a végén azt fogom kívánni, hogy locsolj természetesen. Ugyanakkor visszavonultál, de a közösségi médiában nagyon is jelen vagy, hiszen kismillió ismerősöd van a felhőben. És ráadásul mindenkinek válaszolsz is. Ez a népszerűség, igen, ez kötelező, és ez megerősítést igen, jelent igen, egyben? Igen, akinek van szókincse, és van jó hozzáállása a közélethez, annak kötelessége. Például, mondok egy példát, bevándorlás. Turbok János nagyon nem támogatja a bevándorlást, nagyon. Nagyon. Észak-Afrikát ezek 100 év alatt foglalták el 7. században. Észak-Afrikában kelták voltak, bizánciak, föníciaiak, kopt keresztények, tehát Észak-Afrika, Egyiptom, Algéria, Líbia, sorolhatnám Libanonban föníciaiak éltek. Elfoglalták 100 év alatt, és Európára is ez a veszély hárul, ezért a Turbak János két éven keresztül adott 3500 tisztetet a határvédőknek például. Tehát minden koncerten fölöttek 350-en, onnan délről, tehát nálam egy elvi kérdés, tehát közéletben szerepelek. A Szent György Kórház a elmúlt, nem tudom hány, 30 évben kapott
80 ezer tiszteletje, 80 ezer a Szent György. Koncertenként kb. 250 darabot, tehát én a közéletben gondolkodom. De viszont óriási veszélyek vannak, hogyha nem, az emberek nem a Földön járnak és nem reálisak. Nagyon nagy gondok lesznek. Meggyőződésed, János, hogy a popkultúra a közélet része, fontos része? Akkor, ha értékes. Mert most ebben is fanatikus vagyok egyébként. Számomra egy csomó zenekar értéktelen. Támadnak emiatt. Őket ezek az alternatív, meg. Techno, ha most nem akarom megnevezni. Ne nevezzük a meg. Kekes, ja, ne, a kekesre léptek fel ezek a zenekarok. Titkom volt, egyik titkom ez volt, ott sem. És ezek a zenekarok értéktelenek, károsak. A fiataloknak rontják az ízlésvilágát, értékrendjét, se szöveg, se zene, csak a tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam, most nálam, ez is rontja például a közéletet, hogy vannak, és sajnos van rá igény is. Igen, van rá igény, igen. No, mit hozhat a jövő? Ugye mondtad, hogy lesz még egy koncert, azt ismételjük meg, mert ez egy fontos kérdés. Augusztus 6-án Mobilmánia, Miki Rágyulával és az SCDC zenekarral, és még lesz több műsor itt, csak ez most dőlt el, hogy lesz még egy koncert. Tehát a Vikidál fontos, hiszen ő is ezer éves barátunk. Hát 1979. július 28, dinamit bemutatkozás, a Gárdi Popsnak mondjuk, csak hagyja folytassam, ez már régebbi kapcsolat egyébként, csak ez egy pontos dokumentum ide. Igen, és ehhez tegyük hozzá a Videoton akkori vezetését, ja, hát hiszen ők tették lehetővé ezt a koncertet. Most kedves fejlentőnök, 79. július 20-án betítsák a 21-22 Omega Piramis hétvégét. Rá egy hétre dinamit premier, és a Videoton akkori vezérigazgatója, az ő lánya járt közben, az ő lánya, hogy beessen a dinamit koncertre, már csak a Dagádi Popstrandot. És hát szóval ezek szörnyű. Átjelezte Kápolnás Csépén 81-ben az elvtársaság, csak úgy operatív bizottság döntött. De a dinamit koncert megvolt. Folytassam, de ez hihetetlen. Gondolkodsz-e a jövőben? Igen. Most azért kérdezem ezt elsősorban, mert eddig a gondokról beszéltünk, és ugye ezt nem nagyon szoktuk meg. Néha a szőr mentén beszéltünk erről, de van-e egy határozott jövőképed, vagy nagyon sok múlik azon, hogy mi történik az újra a szerepvállalásod, közéleti szerepvállalásod okán? Egyáltalán vannak-e terveid hosszú távra? Hát akkor azzal kezdenem, mindig a közönséget dicsértem és jogosan, most pedig a Fehérvár Média Centrum, rátok mindig számíthattam. És köszönöm szépen most így a nyilvánosság előtt, rá ismerlek 50 éve, ez is megtisztelő, hogy évek óta ismerjük egymást, évtizedek óta ismerjük egymást, ez nagyon nagy érték a szememben a hosszú. Ilyen vagyok, ilyen hiújáim vannak, nálam a hosszú távolság nagyon nagy érték. Tehát először is a közönség mellettem van, a média mellettem van, és meg kell győznöm bizonyos vezetőket, hogy Velencei-tól vegyék kicsit komolyabban, gondok vannak, ez a tó sokkal többet érdemel, az Agárdi Popstrand szabadtéri színpad is, meg a jég biztonságos tegyék fel nyáron, vagy télen ismét. Hát a tízezrek jönnek le korcsolyázni. Hát vegyék már észre, hogy Magyarország legnagyobb jégpályája, és évtizedek óta négy generáció használja télen. Csúszkálnak nagymama, gyerek, unoka, minden. Tehát most fel kell mutatnunk azt, hogy a Velencei tornak milyen értékei vannak, a fehérváriaknak egy ugrás, egy gondolat. Ott van, csak el van hanyagolva, és ez a közelességem nekem most, hogy ezt valamilyen módon megoldjam, hogy a figyelmet felhívni erre az értékre, és én optimista vagyok, mert felfedezték a dolgot, tehát felfedezték, hogy gondok vannak. János, ezt kívánom, hogy történjék meg. Addig is én azt mondom, hogy jó munkát, jó egészséget neked, és hát hajrá Mobilmánia, hajrá Vikidál Gyula, azt hiszem, hogy ennél fontosabb augusztusi koncert nem nagyon lesz a környéken, úgyhogy hajrá Vikidál rajongók és Mobilmánia rajongók. János, köszönöm szépen, mi természetesen ott leszünk. Megtiszteltél. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Turbok János volt, Turbina, az Agárdi Popstrand legendája. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.